Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Ez a Gyújtópont, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás. Egyre forróbb a talaj Afganisztánban a tálibok terjeszkedése miatt, ami azután vett lendületet, hogy Joe Biden amerikai elnök bejelentette, idén augusztusig befejezik a 20 éve indított katonai missziót az országban, és kivonják a csapataikat. Aztán egyre jobban fokozódott a helyzet, többek között Franciaország felszólította az ott élő állampolgárait, hogy mi hamarabb hagyják el az országot. A témában vendégünk Wagner Péter, a külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Elmondhatjuk, hogy Afganisztánban minden ugyanott folytatódik, mint mielőtt bevonultak volna az amerikai csapatok? Hát ott azért még nem tartunk. Talán inkább 92-94-hez lehetne visszaugorni, amikor volt egy legitim kormány, amelyel szemben ott volt egy felkelés, és a külső támogatás megszűnése után ez a kormány összeomlott. Most ebbe az irányba haladunk, hogy van egy kormány, amely nemzetközi támogatást élvez, és amelyel szemben van egy felkelés. Vannak persze különbségek, fontos különbségek, ugye most egyetlen egy erő, amely egy jelentős erő, amely harcol a kormány ellen, akkor a felkelők több csoportra szakadtak. Az amerikai kivonulással és az azt követő végeredménnyel igazából inkább oda fogunk visszajutni, ahol valóban az amerikai beavatkozás előtt voltunk, amikor ez a talibán nevezetű mozgalom uralta az országot. Volt-e értelme egyáltalán az amerikai bevonulásnak? Ezt a kérdést általában felszokták tenni, de most, hogy már tulajdonképpen a távozás zajlik, lehet talán mérleget vonni, mennyire volt eredményes a különböző katonai csapatoknak a bevonulása Afganisztánba? Természetesen volt értelme, már csak azért is, mert amikor bevonultak, akkor még nem tudták, hogy mi lesz 2021-ben. És amikor bevonultak, akkor azért vonultak be, hogy Osama Bin Ladent, az Al-Qaidát, mint szervezetet, amelyek felelősek voltak a 2001. szeptember 14-i amerikai célpontok elleni támadásokért. Szóval, hogy ezt a szemét, ezt a szervezetet felszámolják, kiszorítsák az országból. Mivel ez nem állami szereplő volt, hanem a táliboknak a vendégszeretetét élvezte, így nyilván a tálibokkal is meg kellett küzdeni, őket is el kellett tűzni. Ebből a szempontból ez a támadás akkor nagyon sikeres volt, hiszen a tálibok néhány hónap alatt elbuktak, megbuktak, visszavonultak. Az Al-Qaidát nagy részt kiszorították Afganisztánban, ahol több terrortámadást nem hajtott végre. A problémát igazából az jelentette, hogy ezt követően a sikerek után az amerikai külpolitika nem fogalmazta meg egyrészt világosan a céljait, hogy mi az az állapot, amikor sikert arattunk és kivonulunk, miközben a politikai vezetés nagyon optimista és nagyvonalú tervekről beszélt, ugye itt különösen az afgán demokrácia, Afganisztán demokratizálódásának a megteremtése volt az, amit úgy mindenki is elképzelte, hogy mi lehet, de senki se tudta, hogy mikor fognak teljesülni egy afgán demokráciának a feltételei. És az is szerepet játszott természetesen, hogy az amerikai politikai vezetés ebben az időben aztán már Irak megtámadását tekintette fő feladatának, és Afganisztán egyfajta mellékhadszintérre vált. Még úgy elkezdték az iraki háborút, hogy pontosan tudták volna, hogy mit akarnak Afganisztánban elérni. Mondhatták volna azt is, hogy ha elűzzük a tálibokat, kijövünk, és átadjuk a különböző haduraknak a hatalmat, akiknek a segítségével megdöntöttük a tálibokat. Mondhatták volna azt is, hogy az első sikeres demokratikus választás után kivonulunk, de nem tették, és hát ennek szerintem az volt az oka, hogy ebben az időben még az Egyesült Államok tényleg a világ vezető szuperhatalmaként nem volt más ellenség, nem volt más ellenfél, nem volt más érdemi kihívás, megtehette azt, hogy úgy háborúzzon, hogy nincsenek világos céljai. Akkor mondhatjuk, hogy a bevonulás indokolt volt, csak túl sokáig maradtak. Hát túl sokáig, igen, mindenképpen túl sokáig
maradtak, de azt látnunk kell ugye, hogy már Barack Obama is, aki 2009-ben választottak meg, már ő is megpróbált kivonulni Afganisztánból, de akkor a körülmények nem tették lehetővé, nem merte meglepni ezt. Azt látnunk kell, hogy azért egy amerikai elnöknek is nagyon nehéz dolga van, mert a katonai vezetői, a politikai tanácsadói, a PR tanácsadói általában mind az ellenkezőjét javasolták. Tehát ezt Barack Obamánál is tudjuk az önéletrajzokból, meg a tanulmányokból, hogy az elnöknek hiába volt szándéka, ha a katonai vezetői ennek az ellenkezőjét tanácsolták. Donald Trump elnök ugyanezt tette, ő is hallgatott először a diplomatáira és a katonai vezetőire, akik azt mondták, hogy még csak egy pár ezer fővel kell emelni a létszámot, és minden rendben lesz. Csak aztán Donald Trump egy ismerjük valamennyire ugye az ő személyiségét a korábbi elnökségéből egy ponton azt mondta, hogy neki ebből elege van, és ő kivonul, és megbízott ezzel egy rátermett diplomatát, hogy akkor egyezze meg a tálibokkal, és akkor ő megegyezett. És még most Joe Biden elnöknél is hallottunk olyan szirén hangokat, hogy talán maradni kellene, csak most már az elnök, hogyha egyszer valaki meghozta előtte ezt a nehéz és hát, hogy mondjam, ciki döntést, hiszen az Egyesült Államok nem szokott kudarcot vallani, akkor ő már tartotta magát okosan ehhez a megállapodáshoz. Ez a kivonulás, ez egyúttal a kudarc beismerése? Természetesen ez a kudarc beismerése, mert nyilván ugye attól függ, hogy mit tekint az Egyesült Államok a céljának, de azt a szerény célt, hogy Osama Bin Ladent elűzzék meg, mondjuk szerény, hát ugye az amerikai emberek biztonsága szempontjából az is egy komoly eredmény, hogy nem érte őket hasonló támadás, de nyilván például az afgán embereknek tett rengeteg ígéret szempontjából, vagy a nemzetközi közösség felé sugalt kép szempontjából ez egy jelentős kudarc. Mert amit az Egyesült Államok felépített, az életképtelen. Mi a helyzet most a tálibokkal? Az előbb ugye említette, hogy Joe Biden diplomatája is a tálibokkal egyezett meg. Most azt olvasni például, hogy ők visszaállítanák az iszlám törvénykezés a sarja radikális formáját Afganisztánban, ha ismét hatalomra kerülnének. Van esélyük a visszatérésre, és van esélyük a hatalomra kerülésre? Ha Joe Biden-t mondtam volna, elnézést. De bocsánat, Donald Trumpot mondott, én mondtam rosszul. Igen, ez egy annyira jó diplomata volt, hogy Joe Biden is átvette, teszem hozzá. De ez nagyon fontos, hogy az amerikaiakat, és talán ez mutatja a kudarc mértékét, nem érdekelte ebben a megállapodásban az, hogy a tálibok mit hoznak helyette, vagy milyen álláspontot foglalnak el az afgán kormánnyal. Tehát ez a megállapodás két dologról szólt, az amerikaiak kivonják a saját és a nyugati erőket, a tálibok pedig megszüntetik az Al-Qaida, meg az ehhez hasonló dzsihadista csoportoknak a támogatását, hogy azok a nyugatot veszélyeztessék. Tehát ebben nincs benne az, hogy a tálibok, ha nyernek, milyen kormányzást vezetnek, ebben nincs benne az, hogy a táliboknak meg kell állapodni az afgán kormánnyal. Sokan ezt a megállapodást tévesen úgy interpretálják, hogy ez egy béke megállapodás, de ez nem egy béke megállapodás, mert semmi köze. A békéhez itt az Amerikai Egyesült Államok a saját érdekei célt nagyon leszűkítette arra, hogy ki tudjon vonulni végre onnan, és a tálibok ez ne támadja őket közben. A tálibok sok mindenben megváltoztak, de sok mindenben nem változtak meg, tehát ők továbbra is. Én nem nevezném szélsőségesnek, bármennyire is látunk ilyen radikális megoldásokat tőlük, mert ez egy konzervatív értelmezése, ez egy fundamentalista értelmezése az iszlámnak, ahol a világ fejlődött az elmúlt ezer évben, ott az iszlámnak van modernebb értelmezése, ott az állam szándékai akarata felülírta a sáriának az alkalmazását, ugye látni minden országban vágják le, sőt a legtöbb muszlim országban nem vágják le a tolvajok kezét, De Afganisztánban ez a fejlődés ez nem következett be, vagy csak nagyon lassan, vagy nagyon szűk réteg. Úgyhogy ők továbbra is ahhoz a szigorú értelmezéshez tartják magukat, ami régen ott divott, és valóban nem demokráciát akarnak, hanem egy iszlám emirátust, amiről még nem tudjuk pontosan, hogy néz ki. Ugye már működött ez a rendszer 96 kvázi és 2000 között, tehát láttuk, hogy van egy egyszemélyi vezető, nem egy demokratikusan, meg transzparensen működő politikai rendszer, de az embereknek akkor ott nyugalmat, meg stabilitást tudott teremteni. A kézlevágások sem voltak napi gyakoriságok. Én ezt úgy láttam, hogy inkább ilyen példastatuálásként alkalmazták ők is.
azt állítják magukról, és hát vannak példák, az a baj, hogy Afganisztánban mindenre van példa, még az ellenkezőjére is, hogy van, ahol hagyják a lányokat iskolába járni Afganisztánban, van, ahol elkülönítik őket, és nem. Van, ahol a férfiaknak, van, ahol a nőknek burkát kell hordaniuk, kötelezően van, ahol nem. De teszem hozzá, Afganisztánban akkor is a nők nagy része burkát hordott, amikor az afgán kormány uralma alatt éltek. Tehát, hogy ez nem annyira, hogy mondjam, általános, mint amivel a tálibokat megbélyegzik. Tehát van nekik egy belső meggyőződésük is, ami alapján ezt... Nekik van egy belső meggyőződésük, és ez a fő dolog, ami megkülönbözteti őket az afgán kormány oldalán harcoló erőktől, mert tehát itt az a dilemma, hogy az Egyesült Államok meg a Nyugat létrehozott egy afgán hadsereget, egy afgán rendőrséget, ezeknek fizeti a fizetését. Ez két-háromszor akkora, mint a táliboknak a hadserege, akik fizetéssel kapnak, meg légierejük sincsen, meg modern harceszközeik sincsen, és mégis mindig a tálibok győznek, amikor az afgán hadsereggel, meg rendőrséggel harcolnak. Tehát itt valami van, ami miatt a tálibok hisznek a saját rendszerükben, az afgán kormány oldalán harcolók meg nem hisznek a saját rendszerükben. Mi várható most? Kivonulnak a csapatok. Azt is látjuk, hogy ugye Amerikán túl más nemzetek is a távozásra szólítják fel, még az állampolgáraikat is. Akkor most Afganisztán teljesen egyedül marad, és az a deal, hogy ott mindenki rendezze le törzsi szinten a másikkal a konfliktust, és kerüljön ki az győztesen, aki majd a legerősebb lesz? Nem tudjuk, ez azért talán nem lesz. Tehát az Egyesült Államok is elmondta, hogy pénzügyileg, politikailag, de mondjuk a pénzügyek az a fontos, támogatni fogja a jelenlegi afgán kormány, tehát az a évi több milliárdos támogatás, amit az ország kap nemzetközi segélyként, vagy az Egyesült Államok részétől katonai segélyként, az a továbbra égben is. Ezt ugye azt is látunk, hogy az afgán költségvetés 60-80%-a most is nemzetközi segélyből tevődik össze. Ezért mondom, hogy ez, amit az Egyesült Államok vagy a Nyugat teremtett, ez egy életképtelen rendszer, ahol, hogyha megszűnél a nyugati segélyek, akkor a következő naptól nem lennének fizetések se. Mármint azok, akik rendőrök, katonák, bírók, ügyvédek, kormánytisztviselők. A nemzetközi közösség továbbra is támogatni kívánja az afgán kormányt a működésében, de ugye most Amerika részről különösen az elf, hogy hát itt mi megpróbáltunk az elmúlt 5 évben elég sok mindent, hogy ti afgánok lábra álljatok, és oldjátok meg most már a saját problémátokat, és hát az afgán kormány erők, vagy az afgán kormány erre továbbra se képes. Nyilván nem csak a Nyugat van, tehát Oroszország, Kína, Irán, mindenki nagyon aggódik a fejleményektől, elsősorban a bizonytalanságtól, magától a polgárháború visszatérésétől, bár az már ugye most is zajlik, migrációtól, terrorizmus visszatérésétől, nem azért, mert a tálibok támogatnák speciál a terrorizmus, hanem azért, mert kialakulnak megint ilyen fekete foltok az ország területén, ahol egy erősebb terrorszervezet meg tud szervezni. Így az iszlám állam az 2015 óta jelen van az országban, a tálibokkal is háborúzik az iszlám állam, nem csak az afgán kormányerőkkel, de így is, mit tudom, Afganisztánnak az egyik keleti szegletében jelentős területeket tudott kihasítani. Ha összességében nézzük a Közel-Keletet, akkor hogy látja, romlott vagy javult a helyzet az egyes országoknak a jelenlegi helyzetét tekintve? Hát szerintem nyilván romlott a helyzet, tehát hogy ezt nem lehet elvitatni, itt majd igazából az lesz a kérdés, ugye most már van, akik csak hónapokat, van, akik egy évet adnak még mondjuk az afgán kormánynak a jelenlegi tálib offenzívák nyomán, igazából a nagy kérdés az lesz, hogy mi történik, ha véletlen a tálibok átveszik a hatalmat az országba, akkor hogyan fog működni, elismeri a nemzetközi közösség, vagy nem ismeri el. Visszamennek-e felszabadítani a táliboktól az országot? Ez mennyire reális forgatókönyv? Szerintem semmennyire, mert nem azért szabadították fel a táliboktól az országot, mert a tálibok rosszul bántak a nőkkel, meg konzervatív, vagy ha tetszik, szélsőséges vallási értelmezéssel éltek, hanem azért, mert egy Al-Qaida nevű terrorszervezetnek menedéket adtak. Itt van megint csak egy dilemma, a világnak sok olyan országa van, ahol a rezsimek kegyetlenül bánnak a saját állampolgáraikkal, és nem biztosítják a gyerekek számára, vagy a lányok számára az oktatást, és a nőket megcsonkítják, vagy burkában kell élniük, de egyetlenül
egyetlen országot se támadtak meg ezért Afganisztánon kívül. Ha megnézzük, ugye Iránt ott egy radikálisabb vezető lett, ha megnézzük Libanont, akkor ott is a terrorszervezetekhez kötődő erők is vannak a kormányban. Ha megnézzük Irakot, ugye ott sem egyszerű a helyzet. Most ugye Afganisztánban is látható egyfajta tálib előrenyomulás. Ez mennyire potenciális háborús helyzet a Közel-Keleten? Én ezt nem tartom ezeket potenciális háborús helyzetnek, ezek belső konfliktusok. Csak az elmúlt 30 évben hozzászoktunk ahhoz, hogy potenciális belső konfliktusokat az Egyesült Államok magára nézve fenyegetésnek tekint, és ezért megpróbál beavatkozni. Az biztos, hogy ennek már vége, vagy ennek most vége van, és az Egyesült Államok egyre kevésbé akar beavatkozni belső konfliktusokba. Ami egyfelől jó annak, aki azt gondolja, hogy az Egyesült Államok ne avatkozzon be minden konfliktusban a világba. Ugye Egyesült Államok most már Kínára, elsőben kisebb mértékben Oroszországra és a velük való konfrontációra koncentrál politikai, katonai, gazdasági értelemben. Ugyanakkor azt is fogjuk látni, hogy ezek a konfliktusok még jobban kiéleződhetnek, regionális konfliktusokká válhatnak, a regionális szereplőknek kell nagyobb figyelmet fordítani. Idáig mondjuk egy Iránnal szembeni konfliktusban Izrael, Szaúd-Arábia megengedhette magának azt, hogy majd az Egyesült Államok úgyis jön és segít, most nekik nagyobb szerepet kell vállalni. Ugyanez volt Afganisztánban, úgyis ott voltak az amerikaiak, mondhatta Kína, vagy Irán, vagy Oroszország, aminek persze ők nem örültek, mert Amerika mégis az ellenfelük, de mégiscsak ők bombázták a tálibokat. Most talán ezeknek az országoknak akkor nagyobb szerepet kell vállalnia. Lehet, hogy persze ők nem tudnak, vagy nem akarnak nagyobb szerepet vállalni, és ők inkább azt egy olyan megoldást választanak, amit az Egyesült Államok nem választott, hogy akkor megpróbáljuk elszigetelni ezt az adott országot attól, hogy a probléma átterjedje hozzánk. Csak ugye pont a globalizáció miatt azt látjuk, hogy általában ez, hogy elszigetelünk egy területet, hogy megpróbáljuk magunkat elszigetelni a világban zajló eseményektől, ez kevéssé működik manapság. Az elmúlt percekben Wagner Péterrel, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatójával beszélgettünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk volt. Köszönöm szépen.